Nagyon sokrétűek a kihívásai az államigazgatási informatikájának. Az állam egy hatalmas entitás és rettenetesen komplex. Ebből kifolyólag a technológiai változást és a piaci trendeket talán egy lépéssel lassabban követi le, mint a piaci szereplők. Ezzel együtt, hogyha a három legfontosabb kihívást el kéne mondanom, akkor azt gondolom egyértelműen a legfontosabb az a interoperabilitásnak a megteremtése, az állami adatbázisoknak és a adatbázisokat használó folyamatoknak az összekapcsolása, egy közös ontológiának a létrehozata, az állami adatmodell megalkotása, ahhoz, hogy az állam rendelkezésre álló felmérhetetlen, illetve rendszeresen nagy mennyiségű adatkészletet, ezt ténylegesen használatba állítsuk, ebből kihozzuk a benne rejlő hatalmas értéket, ez elengedhetetlen. A kerekasztalban is elmondtam, hogy leginkább azt látom, hogy nincs idő arra, hogy beszélgessünk, nincs idő arra, hogy megismerjük egymást olyan szinten, hogy ezeket az innovációkat be tudjuk emelni az állami szféra működésébe. Legyen ez automatizáció, legyen ez mesterséges intelligencia támogatása, szoftver, bármilyen jellegű. Én azt gondolom, sokkal többet kell beszélgetni, ezért örültem kifejezetten az IT Business kerekasztalának, ami ma létrejött. Ezek a szereplőknek sokkal többet kellene nagy plénum előtt beszélni, hogy maga egyébként a szélesebb rétege is az informatikának megismeri ezeket a kihívásokat. Én magam is rengeteget tanultam most a kerekasztalból, leginkább azt gondolom, hogy sokkal több beszélgetésre van szükség. Ha ez megtörténik, akkor azok az innovációk, amiket el tudunk érni más állami szervezetnél, vagy a piacon, az beemelhető lesz, és azzal fogjuk tudni segíteni az ő munkájukat.